Köszönöm a kedves nézőket. A következő néhány percben a ideológiáról fogok beszélni, mert az életünket irányítja. Az ideológiát úgy nevezzük, hogy világnézet. Hát a világnézetünket az iskolában tanuljuk, és a szülők, amit tanultak világnézetet, az örökítik a gyerekeikre, unokáikra, ükonokáikra. Ami azt jelenti, hogy az iskolai oktatásban tanított világnézet alapjában meghatározza a következő évtizedek, évszázadok ö, politikai berendezkedését. Na most én már sokat beszéltem arról, hogy a kereszténység ideológiát én a hunokhoz kötöm, a zsidó vallás ideológiát pedig a rómaiakhoz. És most onnan indulok el, hogy Magyarországon rendszerváltás volt 1990-ben, és, és, akkor azt mondták, hogy most már a kommunista rendszerből átmegyünk keresztény rendszerbe, de már az elején hozzátették, hogy zsidó-keresztény rendszerbe. előtt az iskolában a zsidó-kereszténységről sosem beszéltek. Tehát minket egy kicsit meglepett, amikor ezt hallottuk, főleg engem, mint tanárt, hogy a zsidó-kereszténységet nem elengedtek a kommunista korban, viszont a rendszerváltás után rögtön zsidó-kereszténységről kellett beszélni. És akkor ugye nem értettem, hogy miről van szó. A lényeg az, hogy nagyon meglepett az, hogy, hogy azt mondták, hogy kereszténységben fogunk élni, és akkor azt tapasztaltuk, hogy a mi keresztényeink, Rögtön összeborultak a kínai kommunistákkal. Tehát azt híreztelték, ugye, a magyar politikusok, hogy végre vége a gonosz kommunizmusnak, ugye, akik kihasználták a magyar dolgozó embereket, és elvették a szabadságokat, innentől kezdve demokratikus rendszerváltás van, én a szabadság, én a demokrácia, és keresztény demokráciáról kezdtek el beszélni. most ezek a keresztény demokraták bevállaltak a kommunista rendszerből olyan adósságokat, amikhez a magyar keresztény emletnek semmi köze nem volt. <kül> Ugye? És, és odaadták a gonosz a kommunik, kínai kommunistáknak gyakorlatilag Magyarország és Európai Parát. Mert rögtön azt tapasztaltuk, hogy arra kezdtek hivatkozni, hogy Kínában olcsóbban dolgoznak, ezért nem éri meg Magyarországon bizonyos termelési folyamatokat végeztetni, ezért ki kell vinni Kínába, mert ott olcsóbban dolgoznak. És akkor arra hivatkoztak, hogy a magyarok túl drágán dolgoznak, a kínaiak olcsóbban, és hajrá. És miközben nem legetik, hogy keresztények vagyunk. Tehát gyakorlatilag a, a kereszténységet eladták a kínai kommunistáknak, a keresztény ipart. És ugyanezt történt Amerikában, nyugaton, keleten, hogy mindenki szervezte ki fel az iparát, a kínai kommunistákat. Ma meg már ott tartunk, hogy a világ szuperhatalma kínai lett, és a világipar cikkeinek a nagy részét oda exportálják. És akkor kezdtem érdeklődni a, a kommunista és a, és a keresztény ideológia alapjai iránt, és akkor került a kezembe a, a, a Biblia, akkor hallgattam néhány előadást Szántai Lajostól, történésztől, Paggábortól, több előadást, és a kezembe került a Jós könyvei, Vadinyós Ferenc könyvei, aki Argentinába jött, és ott írta meg azt a könyvet, ami arról szól, hogy gyakorlatilag szerinte a, a, a kereszténység ősnépe az a magyar. És, és hogy szerinte a keresztény ideológia is magyar természetű, és, 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 a két ideológ között, tehát a keresztény és a zsidó ideológok között feszültségek vannak. Most ezzel kapcsolatban ugye több történész is már megalapítást tett, hogy, hogy gyakorlatilag itt komoly problémák vannak a ókori keresztény történelemnek, a bibliai történelemnek a, az igazságával, mert, mert az a könyv, amit ők Mózes könyveként emlegetnek, ugye a szerintük, ugye több szerző szerint is van, van izraeli történész, aki szerint ez egy kompiláció, tehát egy kitalált történet Mózes könyve. És ez a Mózes itt nagyon lényeges, mert azt tanítják Magyarországon, hogy gyakorlatilag a zsidó vallás az egyenlő a kereszténységgel. Ezt tanítják. Tehát azt tanítják, hogy Krisztus után 325-ben a nagy Konstantin császár összehívott egy konziliumot Nisziába, és ott a római birodalom felvette a zsidó vallást, és ettől keresztény lett. Ezt tanítják. Hogy Jézus azért jött, hogy betöltse Mózes törvényeit. És, és azt tanítják, hogy Mózes kivezette Egyiptomból a rabszolgaként ott tartott zsidó népet. És kivezette őket a rabszolgaság földjéből a szabadság világába. Mi meg be tudjuk bizonyítani, hogy Mózes nem a rabszolgaságból kivezette azt a csoportot, amit ő Egyiptomból kihozott, hanem bevezette a rabszolgaságba. Hát mivel tudjuk bebizonyítani? Hát Mózes törvényeivel. Tehát a 13 per 7-es törvény, tehát Mózes 5. könyvében van, Mózes kinyilatkoztatása. Ez kezdődik a tízparancsal, utána folytatódik 28 törvényjel. Tehát összesen 28 törvény van, és a 13 per 7-es törvénye be tudjuk bizonyítani, hogy Mózes tette rabszolgálva azokat az embereket, akiket elméletileg kihozott Egyiptomból. Bár szerintem nem Egyiptomba ki, -e, hanem általában a rabszolgaság törvénye, Mózes törvénye a világon mindenütt. És akkor ezt a törvényt fel is olvasnám. Ami is szól, hogy tehát a 13 per 7-es Mózes könyvében. Ha testvéred, apádnak fia, vagy anyádnak fia, fiad vagy lányod, szívből szeretett feleséged, vagy legbensőbb barátod titokban el akar csábítani, mondván menjünk, szolgáljunk más isteneknek, ne engedj neki, ne is hallgass rá, ne szálld meg, ne kíméld és ne takargass vértkét, hanem mindenképpen meg kell ölnöd. Először te emelj rá között, aztán az egész nép. Tehát gyakorlatilag, akinek az ura parancsára megkerülnie saját testvérét, fiát, lányát, vagy akárkiét, az azt jelenti, hogy ez rabszolga. Tehát nincs szabad akarata. És ugye ez a különbség itt Józes, Mózes és Jézus között, és, és ez a különbség a kereszténység és a zsidó vallás között. Hogy a, a zsidó vallás kötelező törvényekre épül. Tehát gyakorlatilag ö, a szabad akarat megvonása. Tehát ha engem köteleznek törvényekre, az azt jelenti, hogy én nem dönthetek. Tehát szolga vagyok, rabszolga vagyok. Ugye, aki az urat szolgálja. Kötelező törvényekkel, és ez dogmáknak is nevezik. A másik oldalon pedig Jézus azt mondja, hogy csak az igazság tesz szabaddá. Magyarul, akkor vagyok szabad, ha szabad akaratom van. A szabad akarat, szabad döntési jogom, és ez a kettő között nem lehet átmenet. Tehát ha nekem kötelező törvényeket ad bárki, akár apám, akár a testvérem, akár a iskolám, akár a képviselőm, akkor én nem szabad akaratú vagyok, hanem rabszolga. Rabszolga. A másik oldalon pedig a törvényhozás úgy működik, tehát az úgynevezett keresztény oldalon, hogy hozok döntéseket, és ha a közösség akarja elfogadja, meg az egyén, ha nem fogadja el. És ez a lényeg az igazi demokráciának. Mert ugye most úgy kezdődik a magyar alkotmány, hogy Magyarország szabad, független, demokratikus jogállam. Na most az állam önmagában nem szabad. A benne lévő emberek lehetnek függetlenek, szabadok és jogállamot alkotók. <kül> és ez nagyon fontos dolog, ugyanis a két politikai berendezkedés között ez a különbség. Tehát azt mondjuk, hogy egy piramis, szemlélteti a társadalmat, akkor, hogyha a mózesi rendszert nézzük, akkor a mózesi rendszer fölött, tehát itt van a piramis, itt gyakorlatilag kötelező törvények vannak, amiket az alatta lévő több milliárd embernek végre kell hajtani, vagy mindegy, hogy mennyien vannak, ez a lényege, hogy a csúcsponton mózes törvénye van, és ők erre azt mondják, hogy ez Isten törvénye. Ugye? De nem lehet Isten törvénye, mert Isten nem adhat ilyen parancsokat. Ugye? Egy nagyon fontos dolog, hogy mindenki Isten szellemét hozza magába, hogyha viszont átveszem Mózes törvényeit, akkor én Isten szellemével szembe vagyok. Tehát én szabad akarom, mert a szabad akaratomat azt az Istentől, a Teremtőtől, mindegy, hogy minden, univerzumtól, mindegy, hogy ki hogy nevezi, tehát én a születésemmel kapom a szabad akaratomat. Ez nagyon fontos, mert ha tőlem ezt elveszik, akkor kialakul egy olyan zárt világ, mint a maffia, ahol egy ember tud irányítani sokat. És minden maffia rendszer a törvényekre épül, a kötelező törvényekre. A Keresztapa című amerikai film erről szólt. Hogyha a főnök kérdött egy parancsot, ott nem lehetett ellent mondani. És ugye ez a lényege a kapitalista rendszernek. Ezért nem lehet egy kapitalista keresztény egy keresztény pedig nem lehet kapitalista. Ugye? Ez nagyon fontos, ugyanis most azt tanítják minden iskolába, hogy a kapitalizmus az egyenlő a kereszténységgel. Ugye? Viszont, és most úgy működik a magyar, meg az európai, meg az egész világ politikai rendszere, hogy vannak képviselők. Törvényhozóknak nevezzük őket. Ők azt mondják, hogy most úgy működik a hatalom megosztás, hogy van a törvényhozás, tehát beül X mennyiségű, Képviselő a parlamentbe, és kötelező törvényeket hoznak. Ezeket a kötelező törvényeket átveszik a minisztériumok és az államigazgatási szervezetek. Ugye? lehet államigazgatás és közigazgatás. És kötelezővé teszik az államigazgatáson keresztül a közigazgatás egészen az alapzatig. Tehát mindenkinek, a rendőröknek, katonáknak, tisztviselőknek, közmunkásoknak, és a probléma itt van. Mert onnantól kezdve, hogy a kötelező törvényt hoz, ő kötelez engem arra, hogy féljek a büntetéstől. Mert ha kötelező törvény van, akkor a kötelezően van büntetés is. Ez nagyon fontos. Tehát szerintem, hogy hozok egy törvényt, amivel kötelezek bárkit, vagy azt végre kell hajtani, azt csak úgy tudom végrehajtani, ha megbüntetem, ha nem hajtja végre. Magyarul a kötelező törvényhozás, az a kötelező büntetésre épül ahol félni kell a törvényhozó hatalom alatt lévő, ö, 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 gyakorlatilag lako, a polgári lakosságnak és az alatta lévő hivatalunk rendszernek attól, hogy ő nem hajtja végre a törvényt, és megbüntetik, ha nem hajtja végre. Azt, hogy hogy büntetik meg, az egy dolog. Kirúgják az állásából, etc. Tehát itt nagyon fontos, hogy a mózesi rendszer tehát a kapitalista rendszer az a kötelező törvények épül. Viszont mi van, ha nem kötelezők a törvények? Tehát ha a törvényhozásba nem lehet kötelező törvényeket hozni, akkor nem tudom őket büntetni sem. Magyarul olyan törvényeket kell hoznom, amiket ő vagy elfogad, vagy nem. Ami azt jelenti, hogy onnantól kezdve nem a törvényhozás fog irányítani, hanem az, aki vagy elfogadja a törvényt, vagy nem. Ezt szabad választása van, ez nagyon fontos, ugyanis régen a király Magyarországon úgy működött a, a politika és az állam és közigazgatás, hogy a parasztok, a falvak, tanyák, megyék, járások, képviselői felküldték és a képviselőiket, és ott közösen hoztak döntéseket. És azokat a döntéseket és azokat a javaslatokat lent készítették elő, tehát a nép körében és az ő képviselők ment fel a parlamentbe, és ott egyeztették az igényeiket. Így működött régen a király a Magyarország, és a nemeseket azért hívták nemeseknek, mert általában nemesek mentek föl, ők képviselték a parasztok és a polgárok és iparosok érdekeit, azért nevezték őket nemeseknek, mert nemet mondhattak a királynak. Magyarul nem a király mondta meg a parasztoknak, meg a nemeseknek, hogy hogyan kell élni, hanem a paraszt mondta meg a királynak, hogy mit kell csinálni. Magyarul a király semmi más nem csinál, csak koordinált. És képviselte a Jézusi hatalmat, tehát a szabad akarat törvényét. Tehát a királynak a szabad akarat törvényét kellett képviselnie a Szent Korona országában. Ugye? A római berendezkedésbe, a verencéi városállamok berendezkedésébe és a rómaiba, ott fordulta volt. Tehát az ókori Rómában, a görög demokráciában ugyanúgy működött a törvényhozás, mint itt ma. Tehát kötelezően hoztak képviselők törvényeket, amiket büntetés terhe mellett végre kellett hajtani. És ha ez nem történt meg, akkor annak retorziója volt. És ezért jutott el Róma odáig, hogy gyakorlatilag saját magát számolta fel a római bürdalom, és az őket. <kül> megtámadó hunok. Ugyanis ők terjeszkedtek keményen ö, a Kárpáperence felé, ö, Palesztina felé, ahol akkor szkíták is laktak, ugye Egyiptomot elfoglalták, a Nagy Sándor korában, és terjeszkedtek egészen Kínáig. És ezt a terjeszkedést, ezt a görög-római terjeszkedést, ezt a pártosok és a szkíták, tehát pártosok is szkíták voltak, szorították vissza, és ők voltak azok, akik végül a római birodalmat, ezt az agresszív kapitalista, fasiszta, imperialista rendszer szétverték. De ugye most azt tanítják, hogy a római birodalmi rendszert kell követnünk, tehát Rábi Kános is szoktám legetni, hogy az európai kultúra alapja a görög bölcsesség, a római jog és a zsidó vallás. Na ez az, ami nem igaz. Az európai kultúra ellensége az a görög bölcsesség, a római jog, és a zsidó vallás. Mert mindhárom rendszer ugyanarra épül, kötelező törvényekre. Tehát ha valaki működtetni akart egy zsarnokságot, mint most például Kínában is, akkor neki csak akkor tudja működtetni ő, ha felszámolja a demokráciát, tehát a felszámolja a Jézusi elvet, tehát a szabad választás elvét. Na most egyébként erre van Magyarországon törvény, fel is olvasnám, amit lehetne alkalmazni. Tehát a kényszerítés törvényét olvasom föl, a BTK 195-ös törvényét. Tehát kényszerítés BTK 195. Aki mást erőszakkal vagy fenyegetéssel arra kényszerít, hogy valamit tegyen, ne tegyen vagy eltűrjön, és ezzel jelentős érdeksérelmet okoz, ha más bűncselekmény még nem valósul meg, büntet miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő Na most ezt a törvény, ennek a törvény alapján 1867-től, tehát a kiegyezés óta minden pártot és minden törvényt ott börtönbe lehetne zárni. Ugyanis 1867-ben Magyarországon olyan törvényeket fogadtattak el, ugye, Deák Ferencékkel, Hadmuk Ferenc Józsefen József keresztül, Ugye erről se beszélnek most volt, hogy az aradi vértanuknak a megemlékezése, ugye, október 6-a. Tehát olyan törvényeket fogadtak el, ami alapjában sérti a kereszténységet is, a demokráciát is, a függetlenséget és a jogállamiságot is. Ugyanis én nem lehetek jogállam akkor, hogyha kötelező törvényeket fogadok el, amiket kötelezően vére kell hajtatni a népemen. Márpedig ők a római joggal gyakorlatilag ezt alapozták meg, mert Magyarországon 1867 előtt nem a római jog volt Magyarország jogalapja, hanem a szokásjog. A szokásjog alapja pedig az aranybulla volt. Az az aranybulla, amit 1687-ben kiheréltek a Habsburgok és az Eszterháziak. Tehát Eszterházi Pál irányításával 1600 de az 87-ben, ha jól emlékszem, igen, akkor gyakorlatilag felszámolták a nemesi ellenállásnak a törvényét. És onnantól kezdve ezt azért számolták fel, hogy a nemesek ne tudják gyakorolni a nemesi jogaikat. És onnantól kezdve ők hivatkozhattak arra, hogy a nemes az nem a nemesi kötelességét teljesíti, hanem királyjelenes, magyarul terrorista. És ezeket inkvizíció vágyával, meg hazárolás vágyával el lehetett tüntetni a politikai ellenfelek közül? Így ölték meg a Magyarország Nádort, ugye, koncepciós perbe, tehát a Batyányi féle perbe, ölték meg Zrínyi Pétert, Nádor Ferencet és Milyen Kristófot, Frangepán Kristófot. Ők voltak Magyarország zászlós urai. És mivel ők a hazburgot figyelmeztették a aranybullában lefektetett törvényre, mi szerint a király, ha a felső magyar nemesi vezetés ellenkezik velük, akkor a királynak meg kell őt hallgatnia, és orvosolni kell az elkövetett bajokat. És Ferdinánd királyunk paktumot kötött a törökkel, a magyarok ellen, a vasvári satta után, a vasvári békében. És arra kötelezte a magyarokat a nyertes csata után, hogy adják fel azokat a területeket a török javára, amiket ők egyébként már visszaszereztek a töröktől. Azt hiszem, érsek úr várat is kellett lerombolni a magyaroknak? Azért, mert a török ezt kívánta. A Habsburg parancsára. Tehát a török végig összejászott a Habsburgokkal, És a török és a Habsburg mögött pedig nem más volt, mint a római pápa. A római pápa amikor kiadott egy ilyen Bibliát, amit úgy nevezünk, hogy Vizsoli Biblia, ő már leírja benne, hogy neki az a célja, hogy az egész világot birtokolja. És bevezette a kereszténységben Mózes törvényét. 2015-ben Amerikába járt a pápa, és ott elmondott egy beszédet a kongresszusban. Abból szeretnék idézni. Tehát idézem Ferenc pápát, 2015. szeptemberi szenátusi beszédében. Azt mondja Ferenc pápa, munkátok Mózes alakjára emlékeztet két szempontból is. Egyfelől Izrael népének pátriárkája és törvényadója a népeknek azt az igényét fejezi ki, hogy az igazságos törvénykezés eszközeivel, tehát az igazságos törvénykezés eszközeivel elevenen tartsák egységérzetüket. Mózes jól összefoglalja munkánkat, a feladatot, hogy a törvény eszközeivel megvédjétek Isten meg, megformált képét, mondta Ferenc Pápa. Na most idézzek Mózes törvényéből, akire Ferenc Pápa annyira hivatkozik. Ezt mondja Mózes, minden népet, mert az Úr a te Istenet kiszolgáltat, pusztíts el, ne kémeld őket érző, és is, ne imád Istenéket, mert ez csapda volna számodra. Az Úr a Te Istenet kiszolgáltatja őket neked, veszteség vesztességre érj őket, míg ki nem pusztulnak. Azok a te helyeket, ahol a népek, amelyeket nem sokára kivűztök, Isteneiket imádták, mind romboljátok le földig. Magas hegyeken, dombokon és zöldelő fák tövében. Szúzzátok össze oltáraikat, törjétek szét kőoszlopaikat, égesétek el szent fájikat, semmi meg bálványaikat, írtsátok ki a nevüket is erről a helyről. Ugye finogorizmus. És a másik nagyon fontos törvény, 15 per 6-os törvény. Az Úr, a te Istened megállt téged, amit megígérte, úgyhogy minden népnek kölcsönözhetsz. Neked azonban nem kell kölcsön kérned, így számos népben uralkodhatsz, ők azonban nem uralkodhatnak rajtad. És a 23 per 20-as törvény testvérednek ne adj kamatra sem pénzt, sem élelmet és egyebet, amit kamatra szokás kölcsönözni. Az idegentől kérhez kamatot, de a testvérettől ne fogadj el kamatot. És az Úr, a Te Istened megáldja a kezed minden munkáját azon a földön, mert bevonulsz, hogy birtokodba vedd. Tehát ez egy pénzkartelről szól, egy globális pénzkartelről, amit maga a római pápa, ugye, akkor a medici pápák uralkodtak már a 16. században. Medici, Farnéze, pápák. És ők már akkor pénzmonopóliumot írtak le, a Bibliájukba kötelező törvényként, ugye, bevezették az inkvizíciót, és az inkvizíciót azért vezették be, hogy a gondolat rendőrségen keresztül az emberi szabadságot korlátozzák. Így tudták kiépíteni a kapitalista rendszerüket. Ugye, nagyon fontos, tehát a kapitalizmus az kötelező törvényekre épül, így gyakorlatilag kiszámú, kiszámú ö, ö, kedvezményes tömeg, tehát egy, egy, egy maffia rendszerben a kereskedők tudják kontrollálni a föld gazdasági, kereskedelmi és politikai ügyeit. És ezért volt inkvizíció. És ugye nagyon fontos dolog, hogy, hogy amit most tapasztalunk új világrendként, ugye már az ugye már bejelentett, hogy ők új világrendet akarnak építeni, ami, ami, ami hasznunkra, tehát gyakorlatilag arról van szó, hogy, hogy az, amit ők leírtak Mózes törvényeiként, a Vizsoli Bibliába, és benne van az iszlámba is, tehát sokan nem tudják, hogy Mózes törvényére épül az iszlám korán is. Az, hogy mikor tették bele, nem tudjuk. Egy biztos, hogy benne van. Ami azt jelenti, hogy ők is kötelező törvények szerint élnek. Az ő politikájuk is a szerint működik. És, és az azért nagyon fontos ez, mert tudjuk igazolni, hogy most azt akarják befejezni azt a folyamatot, amit a reformációkor elkezdtek. Mert a reformációnak pont az volt a lényege, hogy ők nem a kereszténységet reformálták meg, hanem az ókori római birodalomnak a szellemiségét. A római jogot, mert a római jog kötelező törvényekre épült. Tehát a római jognak az volt a lényege, hogy a római szenátorok beültek törvényt hozni, a kereskedők pedig kiszolgálták őket, ők pedig a kereskedőket szolgálták ki. Úgy hívták őket, hogy a római lovagrend. Tehát a, a, lovagrend biztosította a pénzellátást Róma számára, ők szedték be az adókat, ők bocsátották ki a pénzt, ők irányították a kereskedelmet. A szenátorok pedig hozták a törvényeket, a kötelező törvényeket. És aki nem hajtotta végre, azt megbüntették. És mi volt az ő jelképük, a kötelező törvény jelképük? a fascesz, amit egyébként fasizmusnak nevezünk, a modern fasizmusnak a neve innen származik, a római fasceszből. És annak idén Mussolini erre hivatkozott. És, a, ugye, és erre a fasceszre hivatkozott egyébként Hitler is. Kötelezőt római törvényekre, ezért nevezték a harmadik birodalomnak Hitler birodalmát. Ugye? Nagyon fontos, ugyanis a fascesz, maga a fasizmus, még a mi nevünkben Akar itt birodalmat építeni, tehát a keresztények nevében, ami pont ellentétje a kereszténységnek, tehát a szabad akaratnak. Felolvasom, hogy mit jelent a fasizmus. Tehát a mi időnkben, még az 1986-os értelmező szótárban leírták, hogy mi a fasizmus. Ezt még annak idén Dimitrov jelentette ki a Lipcsei perben. Tehát ő fogalmazta meg. Ennek az a lényege, hogy a fasizmus a finansztőke terrorista diktatúra, diktatúrája, vagy erőszakos tereszkedés, etnikai, faji és vallási uszítás jellemző. Tehát az meg és hogy alapján működnek. És ajánlok mindenkinek egy videót, ami George Friedman osztott meg a világhálón a 2015-ös Csikágói tanácskozáson. Tehát George Friedman a címe a videónak geopolitika. George Friedman, ő Magyarországon született, Budapesten, ott a Soros György született szintén. És ő elmondja nyíltan, hogy ők, tehát a nemzetközi bankárok, tehát ő Amerika nevében beszél, tudni kell. De ő nem Amerikáról beszél, nem, ő a nemzetközi bankárok nevében beszél, és elmondta, hogy ők az egész világot uralják. Azt is elmondta, ezt úgy tudják csinálni, hogy egymásra uszítják a népeket mert őket a háború tartja életben. És azt is elmondta, hogy most is háborút terveznek Európában. És ezt úgy kell csinálni, hogy az Európában élő embereket egymásra kell uszítani. És ez teljesen normális, mondta ő. Tehát mindenki megnézheti ezt a videót, a videó címe George Friedman geopolitika. Egy a lényeg, hogy, hogy a mai rendszer, tehát az új világrendet, amit megterveztek nekünk, ez nem más, mint, mint a Bibliának, a proféciáinak és a törvényének a beteljesítése. Ugyanis a Bibliát bankárok írták, ezt onnan tudjuk igazolni, hogy maga Mózes ugye egy pénzkartát akar létrehozni, és a pénzkarter végén pedig egy globális, ö, egy globális gazdaságot. Nagyon fontos, hogy, hogy a Bibliában olyan proféciákat tettek, Ezékieltől, Éziástól, János jelenése könyveiben, amik arra utalnak, hogy ahhoz, hogy bék legyen a Földön, háborúzni kell. Ugye, és ezt ők minden nagy háborút el is játszák, Hogy ú, most fog jönni Jézus második eljövetele, ugye? Eleve Jézusra hivatkoznak, közben Mózes törvényét hajták végre. De ezt tudni kell, hogy Jézus a béke, Mózes a háború. Ugye? Jézus a jólét, Mózes a kamatos pénzt, tehát a nyomor. Ugyanis a kamatos pénzrendszeren keresztül és a pénzkartán keresztül az egész világot le tudják uzsorázni és ki tudják fosztani. A törvényhozók meg törvényeket hoznak titokban, a mi nevünkben, hogy az általuk eladósított országrészek, bányák, ipar, ipari komplexumok, ingatlanok, azok gyakorlatilag jelzálogul szolgálnak, és ezek azokat illetik meg, akik eladósítottak minket. Tehát nem is tudunk róla, hogy ők milyen törvényeket titokban hoznak, ugye a mi beleegyezésünk nélkül, és milyen szerződéseket kötnek ami, a mi, nevünkben. Ugyanis Orbán is ugye bejelentette, hogy, a, hogy a, hogy az, az, a gyakorlatilag a Belgrád-Budapest vasútvonal szerződései titkosak. A paksi beruházás szerződéseit titkosak. 20-30 évre titkosítják a szerződéseket. Amihez senki nem járult hozzá. Magyarul alapjaiban hazárulok. <kül> Napirend szerint. És itt ez a probléma, hogy, hogy alapjaiban gyakorlatilag a saját törvényeiket nem tartják be. Olvasom a BTK 381-es uzsora bűncselekmény törvényet. Tehát BTK 381, aki más rászorult helyzetét kihasználva, olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodás köt, amely alkalmas arra, hogy annak a teljesítése a megállapodás kötelezetjét, a megállapodás kötelezetjének vele közös háztartásban érő hozzátartozóját, illetve a megállapodás kötelezetje által tartási kötelezettség alapján eltartott szemét súlyos vagy további súlyos nélkülözésnek tegye ki, Büntet miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A büntetés egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha az úgynóra bűncselekmény bűnszövetségben vagy üzletszerűen követik el. Nos, ezt a törvényt 1867 óta minden kormányunk, minden pártunk, minden alkotmánybíróságunk megszegte a mai napig. A mai napig folyamatosan uzsoráznak, a mi engedélyünk és hozzájárulásunk nélkül, és folyamatosan meg is szegik. Tehát itt ez a probléma, hogy ez a rendszer Amerikától kezdve Kínáig, ez erőszakra épül. És azért épülhet erőszakra, mert a törvényhozók hozhatnak kötelező törvényt. Mert ha nem hozhat kötelező törvényt, kötelező oltás, kötelező iskola, kötelező biztons bármi, akkor nem tud büntetni? Nem tud büntetni. Ha viszont, ha viszont hoz, akkor természetes, hogy előbb-utóbb az egész társadalom el fog szegényedni, és ezt az elszegényedést ők egy háborúval akarják felszámolni. Most ott tartunk, hogy a világot már annyira eladósították, el el tehát annyira leszegényítették, hogy kitalálták, hogy különböző indokokra hivatkozva a mi nevünkbe be akarják szüntetni a pénzt. És fel akarják számolni a, az újkori civilizáció gyakorlatilag. Tehát arról van szó, hogy Kínában betápláltak Mózes törvényeit egy mesterséges intelligenciába. Ezt nevezzük mesterséges intelligenciának. Tehát gyakorlatilag a számi központi számítógép fogja megmondani neked, hogy hogyan viselkedj. És ez úgy született meg, hogy betápláltak Mózes törvényeit egy mesterséges intelligenciába. Tehát egy robot fogja megmondani neked, hogy te hogyan él minden nap, minden perze, minden másodpercben. Tehát Kínából csináltak, ugye, a mi keresztények, ugye, amerikai, tehát arra hivatkozva, ugye, mert ők nem keresztények, erre hivatkozva csináltak Kínából egy szupermodern, kommunista, fasiszta birodalmat. És ott termelik meg a világ iparcik szükségleteinek a nagy részét. Kínában és Indiában. És most Európára akarják erőszakolni ezt a rendszert. Franciaországba járt egy kínai göbbesz, egy ilyen propagandaminiszter. Franciaország is elmondta a, a kívánt körű francia operatőrnek, vagy ö, riporternek, hogy ők már szeretnék exportálni ezt a kínai QR kódos mesterséges intelligenciát ide Európába, mert ez nagyon jó lesz nekünk, mert az emberek akkor biztonságban lesznek. Tehát akkor leszünk biztonságban, ha ő mondja meg, hogy én mit eszek, mit iszok, mit csináljak. Mert itt arról van szó, hogy már eladták Európát Kínának. Tehát ugye a mafián keresztül, mert ez egy egységes mafia. Tehát itt nem Oroszország háborúzik, meg nem Amerika, meg nem Ukrajna, meg nem Lengyelország, hanem itt a mafia háborúzuk, Ugye? És ez a mafia a pénzmafia. És ez a pénzmafia igazolhatóan működik már a reformáció óta. Mert kiadták ezt a Bibliát. Mert ez a Biblia, ez az evangélium ellensége. Tehát a szabad akarat ellensége. Magyarországon 1568-ban volt a Tordai országgyűlés. A Tordai országgyűlés szövege világosan kimondja, hogy Magyarországon Nincs inkvizíció, és nem is lehet. És a templomban lévő emberek mondják meg, hogy mi prédikálhat a pap, nem fordítva. Magyarországon ez volt a rendszer lényege. Tehát ez volt a szabad választás, hogy nem lehetett rákényszeríteni az emberekre senkinek az akaratát. Ha ők mondták meg, hogy milyen papot miről hallgassanak, ugye? És utána bevezették az inkvizíciót. A 30 éves háborút és gyakorlatilag kiirtották a szabad akaratú papokat, tudósokat és embereket. Ez inkvizíció mai napig működik. Ezt az inkvizíciót pedig a Tudományos Akadémián keresztül kötelezik ránk. Ugyanis a Tudományos Akadémia az kötelező tanokat hirdet az iskolába. Tehát amikor 1870-től kötelezték a magyar embereket, hogy négy elemibe járjanak, az azért tették, hogy ezt a világképet, amit most használunk, kereszténység néven rákényszerítsék a lakosságra. És ezt a világon mindenütt ezt csinálják a mai napig. Azóta azt tanítják, hogy a zsidó vallás egyenlő a kereszténységgel. Miközben a zsidó vallás, tudjuk nagyon jól, a római és a görög plutokráciának a vallása volt. Ők alapították a zsidó egyházat, és ők vitték ki a gyarmataikra. Itt tudott kialakulni a világon a kartel, a pénzkartel, amit egyébként az iszlám is épít a mai napig, mert ők is Mózes törőnyeit használják. És nagyon jól tudjuk, hogy már Iránban is kezdik bevezetni a QR kódot. A Biblia végén János jelenésébe le van írva. Hogy be fog következni egy nagy háború, és a fenevad mindenki ráteszi a bélyegét. Ez úgy hogy a fenevad bélyege. János jelenése 13 per 16 ahol leírja, hogy kötelezően meg kell mindenkinek ezt a bélyeget kapni, és csak akkor tud bármilyen tevékenységet végezni. Bármilyen tevékenységet. Izraelbe ez a törvény már elő van terjesztve. Tehát Orbán Izraelre hivatkozik, miközben be tudjuk bizonyítani, hogy az izraeliták a saját törvényeik rabszolgái. És őket oltották belőször be kötelező inekcióval. Tudjuk nagyon jól. Tehát én azt mondom most a rabbiknak, hogy ne legyenek büszkék arra, hogy ők Mózes törvényeit terjesztik, mert ebben gyakorlatilag a saját rabszolgasságukat írták alá. És a magyar papok szintén. Tehát minden olyan katolikus, református, vagy bármilyen keresztény pap, aki nem az evangéliumot használja Isten törvényeként, tehát a szabad akaratot, hanem Mózes törvényét, tehát a kötelező törvényt, az gyakorlatilag keresztény ellenes tevékenységet végezt. Tehát most kellene mindenkinek elmondani, hogy ne hajtsák végre a törvényeit. Tehát a lelkiismeretük szerint döntsenek. Mert ha a lelkiismerete szerint dönt a katona, a rendőr, a miniszter és az egyszerű ember, vagy a közigazgatási vezető, akkor ő olyan parancsot nem fog végrehajtani, ami, amivel a másokat azért kell megbüntetni, mert neki más a vélemény. Ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos. Ez az alapja mindenek, és így az emberiség háború nélkül át tudja alakítani ezt a rendszert egy, egy, egy jó rendszeré. Tehát egy olyan rendszeré, ami, ami kiegyensúlyozott lesz az egész világon. Mert az egész világon most gyakorlatilag a módasi rendszert akarják kötelezővé tenni. Mert ha bevezetik a QR kódot, ha bevezetik a mesterséges intelligenciát, akkor gyakorlatilag <coughs> Az emberből állatot csinálnak. Robotot. Nevezzük bűn robotnak, hogy az állatnak nincs szabad akarata. Az állatot az ösztöne vezérli. Két ösztön. Szaporodási ösztön, és a, és a evési ösztön. Tehát táplálkozási ösztön. Ez a kettő. Ez a kettő, ez nagyon fontos. Tehát az állatnak nincs szabad akarata. Az embernek viszont van. És ez már csecsemőknél megfigyelhető, hogy a csecsemő, amikor az ikré, tehát az ik ikrekről van szó, vagy hárman, négyen vannak egy helyiségbe, nem veszi el a másiktól a kaját. Az állatok viszont igen, tehát te eteted a csirkét, vagy a kutyát, vagy a macskát, ott az erősebb eltúrja a gyengébbet. Az embernél ez nem így van, és ez azért van, mert az embernek szabad akarata van, és lelke. De amint megszületett, onnantól kezdve ezt a szabad akaratot folyamatosan elkezdik bombázni különböző törvényekkel. Ezért van a kötelező óvoda. A legnagyobb bűn az emberiség ellen a kötelező óvoda és a kötelező iskola. Mert 6-7 éves korig ott gyakorlatilag tudatalat egy olyan rabszolgaképzést kapsz, tehát olyan kollektív tudatot, ami az egész világon működik. Tehát tudják irányítani az embereket. Tehát a kötelező iskola azért kell nekik, hogy miután befejezte az iskolát, utána birka módjára lehetne az órán óránál fogva vezetni. És ebbe beletartozik az, hogy neked kötelezően kell tanítani a római birodalmat. A te kultúrádat nem is tanítják. Ezt mindenütt itt csinálják. Szlovákiában, Romániában, Finnországban, Ulusában, Dél-Amerikában, Ausztráliában, új -Zirandban. Ugyan ez az agymosás alapja, görög, Római felsőbbrendűség és a zsidó vallás. És azt mondják erre, hogy ez a kereszténység. Nem. Nem. Ez a terrorista diktatúra. <kül> ugye? És ha most nem figyelünk oda, és ugye nem figyelmeztetjük a, a szellemi előjáróinkat, a katolikus, református, akár iszlám, meg egyéb papokat, el kell nekik mondani, hogy mi nagyon tiszteljünk benneteket, de tíz tiszteltek minket. Tehát Mózes inkrimináló törvényét ki kell venni a Bibliából és a a másik pedig Magyarországon, a magyar templomokban ne zsidó történelmet tanítsanak, hanem magyart. Abszolút ez a lényeg. Rákóczi már leírta az 1700-es évek a naplójában, hogy a jezsuiták avval foglalkoznak Magyarországon, hogy átvegyék az oktatási rendszert, és a világon mindenütt ezt csinálják és ugye a római inkvizíciót a jezsuiták vezélyenik. Református oldalon is, és katolikus oldalon is. Tehát az a fontos, hogy ezt vegyük tudomásul, hogy nekünk vissza kell térnünk a Szent Korona elvéhez. Tehát a Szent Korona nem Mózes képviseli, hanem Jézust. A szabad akaratot. És nekünk kell ezt hirdetni az egész világba, mert a magyarokra az egész világon úgy néznek föl, mint a Szent Korona népére. Tehát nekünk a Szent Koronára hivatkozva kell kijelenteni a világon, hogy a világot a szabad akaratnak kell működtetnie. Kötelező törvény nem lehet sem a parlamentben, sem az egyházban, sem az iskolában. Tehát ha én megengedem azt, hogy Magyarország területén mindenki olyan iskolát csináljon, amilyet akar, szabad akaratából, akkor ez a rendszer rendbe fog jönni. Mert engem nem fog a parlament arra kényszeríteni, hogy én kötelezően oktassam az ideológiát, vagy a tudományt, vagy bármi mást, akkor ki fog alakulni egy olyan rendszer, ahol nem lesz tömegoktatás. Én néztem filmeket, videókat arról, hogy a zsidó gyerekeket hogyan oktatják Budapesten. És ott egy óvodában például, öt 6 gyerek van egy csoportba, és nem kötelező, nagyon fontos, nem kötelező. Iskolában szintén 7-8 gyerek egy tanára. Nem kötelező. Nincs kötelező dolgozatírás. A gyerek akkor vizsgázik, amikor akar, amikor úgy gondolja, hogy ő felkészült. Nagyon fontos, mert ehhez a rendszerhez kell visszatérnünk. Tehát Magyarországon nem lehet kötelező, keresztény országban. Nem lehet kötelező oktatás, és semmilyen kötelező törvény nem lesz. Ugyanis, ha én meg tudom győzni a szülőt, hogy oltsa be a gyerekét bármilyen betegség ellen, akkor ő vagy elhiszi, vagy nem. De ő a szabad akaratából fogja ezt tenni, és ha valaki a szabad akarata bármilyen bűnt elkövet, azért ő lesz a felelős. Mert akinek nincs szabad akarata, az nem tud felelősséget vállalni a tetteiért. Se politikus, se pap. Se senki, se lesz is, mert az fivatkozik a parancsra. A főnök parancsa volt, nem vagyok felelős. És az egész parlament így működik nálunk 1870-67 óta. Amikor a magyar bankrendszert odatták a nemzetközi bankároknak, ezek a nemzetközi bankárok pedig a Vatikán nevezetű cégben <kül> gyülekeztek össze, úgy is nevezik őket, hogy, hogy Vatikán, nevezik őket jezsuitáknak is, egy a lényeg, hogy őkróluk milliónyi anyag van. Tehát a háttérhatalomról, a jezsuita bankrendszerről, a máltai lovagrendről, akik az ő katonai rendjük, tehát a katonaság, a katonai akciókat irányítják, az internet tele van anyaggal, sok angol nyelvű van, van román nyelvű, van német nyelvű is. Tehát mindenkinek azt javaslom, hogy tájékozódjon, tájékozódjon, és a következő törvényeket, amiket felsorolok, ezeket is tanulmányozza otthon a Bibliájában, vagy a Koránban. Tehát a 6 per 10-es törvény, tehát Mózes 5. könyvében a 6 per 10-es, a 7 per 16-os, a 7 per 23-as, a 12 per 2-es, a 13 per 7-es, a 15 per 6-os, a 23 per 20-as, a 20 per 16-os, a 28 per 1-es, a 28 per 10-es, a 28 per 13-as és a 28 per 15-ös. És azokat a proféciákat, amiket most annyira hirdetnek, hogy Jézus második eljövetele be fog következni, ha ugye a Biblia írása beteljesülnek, akkor nem Jézus fog eljönni, hanem a kínai terrorista diktatúra az egész világon. A kínai kommunista terrorista diktatúra. Mert ők mózes törőnyeit fogják beteljesíteni, ha mi hagyjuk. És nagyon jól tudjuk, hogy a mai keresztény papok, meg teológusok kínai feszületeket használnak, Kínám, a kommunista Kínában gyártott ruhákban, nadrágban, reverendákban járnak a keresztény papok. Ugye? Ugye? Gyakorlatilag hozzájárultak ahhoz, hogy a keresztény gazdaságot kiárosítsák a kínai kommunistáknak. Tehát be tudjuk bizonyítani, hogy a kommunista vezérekük nem ateisták voltak, <kül> nem. Sem ahol szettünk, se, Stalin, se Lenin. ők Mózes hitűek voltak. Mert Mózes hitét a bankárok terjeszték, Ugye? És hol adták ki a kommunista kiáltványt 1848-ban, Londonban, a világ pénzügyi központjában. És ők terjesztették, tehát nem a munkásosztály azt mondják, hogy a munkás osztály megszervezte önmagát, és akkor betette a tagdíjakat, és akkor terjesztették, ugye? Fő alatt terjesztették a, a nézeteiket. Nem. Ezt a bankárok terjesztették az egész világon, és ők pénzelték. A Vatikán bankárok. Film van arról, hogy a Vatikán uralja az amerikai Fed bankot. Tehát a Federal Reserve System adja ki Amerikában a dollárt. Ezt a rendszer pedig 1913. decemberében adták át a nemzetközi bankároknak. Tehát az amerikai dollárt, amit egyébként alkotmány szerint, tehát Amerikában is reggeltől estig sértük az alkotmányt, az amerikai alkotmány kimondja az amerikai pénzt, azt az államnak kell kibocsátani, kibocsátania. Nem, 1913 óta egy nemzetközi magántársaság bocsátja ki a dollárt, amiért az egész világon pénzt kérnek, tehát kamatot. És ők szabályozzák a világ pénzmennyiségét és elosztását. Ami azt jelenti, ez egy globális kartel. Az a kartel, amit a Bibliában a fedici pápák, meg a Farneze pápák leírtak. Ugye? És ugye most volt október 6-a, ugye, az 1849-es vérengzés áldozatainak az emléknapja, amikor azokat az, emberek ölt, az embereket ölték meg, akik gyakorlatilag a magyar alkotmányt akarták, és a magyar szabadságot teljesíteni. Tehát, hogy Magyarországnak szabad, pénzkibocsátó bankrendszere legyen. Kossuth ezt el is mondta, le is írta a Kasszandra levelében, Deák Ferencnek, hogyha a bankot odaadjátok a nemzetközi pénzembereknek, akkor Magyarországot szét fogják verni. És ezért következett Trianon. Mert mi történt? Az történt, hogy a felvidéken is másfajta pénzpolitikát folytattak, a Délvidéken is, tehát ellentétes, ami a magyar érdekekkel ellentétes, Erdélyben is, és gyakorlatilag már akkor szétverték gazdaságilag Magyarországot. És ugye az iskolákban meg mit tanítottak? A Felvidéken szlovák történelmet, Erdélyben román történelmet, Szerbiában is, Horvátországban is magyar ellenes történelmet, mert ugye a történelem oktatás mindenütt a világon arról szól, hogy a rómaiak a jók, a magyarok a rosszak. Tehát a magyarokra hivatkoztak a szlovák oktatási rendszerben, miattuk éltek rosszul, mert nem tudtak a római rendszerhez igazodni. Ugyanezt Erdélyben, Szerbiában, Horvátországban és a világ minden országában. Ugye a magyarok a hibások azért, mert ő rosszul éltek. Miközben a magyarok voltak azok, akik a római rendszer alól felszabadították Európát. Magyarul. A magyarok voltak a keresztények, akik a szabad akaratot és a szabad gazdaságot terjesztették, tehát a piacgazdaságot, és a rómaiak voltak a monopolisták, akik a zsidó vallás törvényei szerint éltek. Ugye Mózes törvényei az a globális fasizmus törvényei, csak ezt ki kéne mondania. Ezt bárki be tudja bizonyítani. Úgyhogy mindenkit arra biztatok, hogy beszélje meg a lelki gondozójával, Lelki atyával, papokkal, teológusokkal, tanárokkal, és, 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 kér, és akkor készítsenek egy közös jövőt ezzel kapcsolatban, hogy hogyan lehetne ezt az országot, meg ezt az Európát megmenteni. Most ettől a mesterséges intelligenciától, meg ettől a totális gazdasági összeomlástól. Mert most azért emelték meg az energiárakat a bankárok, hogy, hogy Európát összeomlasszák. Hát Amerikában fülérekbe kerül a benzin a magyar, és az európai árakhoz képest. Tehát Amerikában most egy liter benzin kb. 70-80 forintba kerül. Ha valahol ennyi, valahol annyi. A lényeg az, hogy ugyanakkor a Kárpát-Berencén belül óriási eltolódások vannak a gázárakkal, meg az energiárakkal kapcsolatban. Például a Szlovákiában háromszor kevesebbe kerül egy köbméter gáz, mint Magyarországon. A Romániában is kevesebben, háromszor kevesebb, Szerbiában négyszer kevesebben. Hogyan lehet ez? Ez csak úgy lehetséges, hogy a kartel, tehát az energiakartel, a pénzkartel, a kartelje az energiakartel is. Mert a pénzen keresztül tudok energiakartelt, élelmiszerkartelt, kereskedelmi kartelt, kulturális kartelt, katonai kartelt építeni mert ők bármennyi pénzt tudnak csinálni. Tudni kell, hogy a kartel bármennyi pénzt tud csinálni. Tehát neki nincs szüksége a te pénzedre. A kartelnak arra van szüksége, hogy neked ne legyen pénzed. Mert ha el tudja venni a pénzt inflációval, meg adókkal, meg ilyen olyan törvényekre hivatkozva, akkor nekem nem lesz pénzem. Magyarul kölcsönkettőre kérnem, mert újra kamatra. És most arról van szó, hogy a járvány óta óriási hiteleket nyomnak rá az európai országokra. Ezt egyébként a világbanknak, meg az IMF-nek a vezetője el is mondta, hogy ők a járványt arra használják föl, hogy újabb hiteleket adjanak az európai országokra. És ennek az lesz a következménye, hogy minél több oltást adnak be az országokba, annál több pénzt kapnak az államfők. Magyarul az oltásokhoz köti a pénz. Csapók kinyitását, meg zárását. Ugyanez a fegyverrendszerben is ugyanígy működik, majd a többi rendszerben is. Tehát, ha végrehajtod a bankárok parancsait, akkor kapsz pénzt. Az Európai Unió gyakorlatilag a bankároknak a képviseleti szerve. Tehát az Európai Unió az új világrendet építi. És mint tudjuk, Orbán be is jelentette, hogy ő új világrendet akar. Matolcsi György szintén bejelentette egy közgazdasági fórumon, Elmondtam, hogy ez már az új világrend, és ez egy nagyon jó dolog lesz nekünk. Csak hogy ám ez nem nagyon jó lesz, hanem gyakorlatilag felszámolja az európai civilizációt, és olyan szintre bele fogja döngölni az embereket a sárba, amit rém álmaikban se tudnak elképzelni. Tehát gyakorlatilag ősember szintre fogja visszavinni az európai kultúrát. És ez szuper technológiával. Tehát kap az ember a fejébe egy csippet, vagy már lehet, hogy benne is van egy mikrocsip, vagy nanocsip, és azon keresztül tudják befolyásolni a viselkedését. A viselkedését és a megnyilvánulásait. Sőt, betegségeket is tudnak vele okozni, ugye, mint tudjuk. Tehát ezt szerettem volna elmondani, és mindenkinek azt tanácsolom, hogy fel a fejjel, és és akkor próbáljunk egy új világot építeni, mert ez a világ, ez a régi világ, a régi római rabszolgarendszer visszahozatalan. Tehát ez nem új világrend. Ez a régi római rendszer szupermodern változata. Amikor a rabszolgának egy csip fogja megmondani, egy műholdron keresztül, hogy mit tegyen és mit ne. És úgy fogják likvidálni, hogy észre se veszi. Üdvözlöm Önöket. Viszont látása.